Mindenki Akadémiája színpadán ma este Kovács László, okos otthon szakértő. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önöket, a nevem Kovács László, közgazdász, informatikus vagyok, a Smarthome Magyarország alapítója. Hogy miért? Mert ez legalább akkora szerelem az életemben, mint a tánc. Hát ugye nekem van egy tánciskolám, és régebben tanítottam a tánciskolában is, és a feleségem szeretett volna megtanulni táncolni, bejött hozzám, és nálam foglalt táncórát. Amikor megláttam, rögtön tudtam, hogy ő lesz a feleségem, beleszerettem, és hát azóta ugye férj és feleség vagyunk, és itt van Maja. Kovács László, a Smarthome Magyarország megálmodója, eredetileg tánctanár. Évekig volt a magyar versenytánc válogatott tagja. Alapvetően latin-amerikai versenytáncokban képviselte Magyarországot, Európa-bajnokságon és világbajnokságon. Ezt a versenyszellemet ültette át saját vállalkozásába. A feleségemmel táncolni szeretünk, és a táncteremben voltunk, és feltette a kérdést, hogy szívem, kihúztam-e a vasalót. Azt gondolom, hogy ez egy hétköznapi kérdés minden család életében, és láttam azt, hogy Magyarországon még elég gyerekcipőbe járt ebben az időben az épületautomatika, és ezért fogtunk bele magába a Smarthome kiépítésekbe, illetve telepítésekbe. Igazából, míg versenyző voltam, akkor is mindig törekedtem magamból a maximumot kihozni, próbáltam a lehető legjobb eredményeket elérni. Az egyik diplomám informatikus, úgyhogy ezáltal szeretem az új dolgokat, innovációkat, és ezt a kettőt, ha összekapcsoljuk, akkor jön ugye a Smarthome, és igazából itt is próbáljuk a lehető legmagasabb színvonalat kihozni. A jövő már az okos házaké. Szakemberek szerint 5-10 év múlva az új építésű házak 40%-a okos funkciók beépítésével fog működni. Igazából az épületautomatika arról szól, hogy a hagyományos villanyszerelésre épül. Ugyanúgy minden szálat behúzunk az elosztó szekrénybe, ahol a központi egységbe, vagy ennek egy kiegészítő moduljaiba csatlakoztatunk. Tehát gyakorlatilag a központi egység kezeli ezeket, és ott a központi egységnek tudom megmondani azt, hogy az adott gombra milyen funkciót hajtson végre. Tehát inkább közelebb áll a hagyományos villanyszereléshez, mint az informatikához, de természetesen az informatika adja meg magát a programozását az annak, hogy melyik gomb milyen funkciót hajtson végre. Az intelligens ház kiszolgálja minden igényünket. Csak egy tablet vagy egy okostelefon kell hozzá, és a házunk utasításra mindent elvégez helyettünk. A továbbiakban a világ bármely pontjáról adhatunk parancsokat internet kapcsolat segítségével. Kiszolgálja az otthon minden igényünket. Önmagától végezze el a fűtési igényeket, önmagától hűtse le az adott helységet, és az általam megadott időpontban húzza le a redőnyöket. Azt mondom, hogy húzza föl az adott redőnyt, és ezzel elindul fölfele a redőnyünk. Nyilván meg tudom állítani egy lefele gomba, illetve a következő gomba, ha azt mondom, hogy lefele akarom húzni, akkor pedig lefele húzza a redőnyöket. Ezt tudom egyes redőnyökre is különbontani, és értelemszerűen redőnycsoportokat is ki tudom vele alakítani. A lakások, házak automatizálása nem csak az energiatakarékosságot segíti, hanem biztonságosabbá és kényelmesebbé is teheti otthonainkat. Ha nem tartózkodunk az épületben, de szeretnénk azt a látszatot kelteni, mintha otthon lennénk, bekapcsolhatjuk az úgynevezett jelenlét szimulációt, vagy azt, amikor az épület aktiválást produkál. Mozgatja a redőnyöket, világító testeket fel és lekapcsol, vagy működésbe hozza az öntöző rendszert. A látszat tökéletes és nagyobb biztonságot jelent. Tableten keresztül én tudom akár az itteni világítást is egy nyomással le, illetve felkapcsolni. Ugyanez a helyzet a fűtés esetében és a biztonsági rendszer esetében is, tehát a kamerák is erre a tabletre csatlakoznak. Itt a menübárban tudjuk váltogatni azt, hogy melyik szobát szeretnénk vezérelni. Itt most nekünk ugye ez a panel, a bemutató panel, és minden egyes funkció, amely okos funkció, az megjelenik itt. Mit is jelent ez? Világítást úgy tudjuk vezérelni, nagyon egyszerű, hogy fogjuk, megnyomjuk a gombot, és ugye, mint látjuk, egyből fölkapcsolt az itteni világítást. Fűtőprogramunk az úgy néz ki, hogy előre programozott hőmérsékleti értékekkel dolgozunk, melyek idő és hőmérséklet grafikon alapján vannak konfigurálva. Itt gyakorlatilag 4 darab fűtőprogramot tudunk a helységekben váltogatni. Az intelligens lakásban minden fogyasztást hetekre, hónapokra vagy akár évekre előre beprogramozhatunk és tervezhetünk, amivel komoly energia megtakarítást érhetünk el.
Mi tudjuk azt, hogy mondjuk mi 15-én indulunk el nyaralni, 20-án jövünk vissza, akkor előre beállítjuk, hogy 20-án nekünk délutánra vegye fel a hőmérsékletet az épületbe, illetve ugye a jelenlét szimulációt is be tudjuk állítani. Az intelligens otthon berendezéseit akár a tévénken keresztül is irányíthatjuk. Elkezdünk nézni egy filmet ezen a tévén, viszont ez a nappaliban van, viszont mi a hálószobában szeretnénk folytatni, akkor egy gombnyomással ezt a tévéképet, ezt beküldjük a hálószobába, és akkor onnastól kezdve ez a tévé kikapcsolt, a hálószobában pedig folytatjuk a filmnézést. Az okos otthon koncepció egyre nagyobb mértékben fejlődik, szinte hetente újabb és újabb kényelmi funkcióval állnak elő a szakemberek. De már a mai technológia is lehetővé teszi, hogy időt, pénzt és energiát takarítsunk meg. Az okos otthonok, amellett, hogy energiatakarékosak, biztonságosabbá, valamint kényelmesebbé teszik mindennapjainkat. Hogy hogyan? Arról fogok most beszélni. Az okos házak három fő területre összpontosítanak. Első és legfontosabb az energia megtakarítás, akár a fűtésről, akár a világításról van szó. A második a biztonság, hiszen egy okos ház biztonsági rendszere gyakorlatilag feltörhetetlen. A harmadik és egyben a legnépszerűbb funkció a kényelem, amelyet a beépített high-tech eszközök biztosítanak. Szinte már csak az hiányzik a teljességhez, hogy a házunk válaszoljon is. Majának, László kislányának ez már nem lesz újdonság. Számos filmben jelent már meg maga az okos otthon koncepciója, amikor már beszélünk a házunkat. Én azt gondolom, hogy a gyerekeink, mire felnőttek lesznek, elképzelhető az, hogy sőt, minden bizonnyal olyan otthonai lesznek, illetve olyan otthonban fognak élni, amik már kommunikálnak is feléjük, visszacsatolást is küldenek. Imádunk okos házakban élni, és imádjuk azt látni, hogy mennyire elégedettek a megrendelőink az általunk kivitelezett rendszerekkel. Ezt szeretnék mindenkinek közvetíteni, az, hogy érezzék azt, hogy milyen is egy okos otthon, és hogy milyen kényelmes ezekben élni. A pódiumon Kovács László, az okos házak elkötelezett úttörője. De lássuk akkor pontosan, mit is jelent az okos otthon kifejezés. Napjainkban egyre többször találkozhatunk vele a médiában. Intelligens otthon, intelligens ház, okos otthon, smart home. Ezek mind ugyanarra utalnak. Az okos otthonok valójában nem mesterséges intelligenciával rendelkező házakat jelentenek. Nem úgy, mint a filmekben kitalálják előre gondolatainkat, kommunikálunk velük. Inkább arra utalnak, hogy épületautomatizálási rendszereket használunk föl bennük, és az épületben található erőforrásokat összehangoltan annak érdekében működtetik, hogy minél jobban kihasználják a lakók igényeit. De mire is jók az okos otthonok? Az okos otthonok három fő területre összpontosítanak. Az első az energiamegtakarítás, a második a biztonság, míg a harmadik a kényelem. Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy ha egy otthon energiatakarékos és biztonságos, akkor ez nagy mértékben hozzásegíti az ott lakókat, hogy kényelmesen töltsék mindennapjaikat, és ezáltal jobban szeressenek ott lakni az intelligens otthonokban. Az okos otthonok kezelő felülete arra szolgál, hogy minden a házban található erőforrás egy központi kezelőfelületen jelenjen meg. Így innen el tudjuk érni az esetleges fűtésvezérlést, világításvezérlést és így tovább. Gondoljunk egy hétköznapi példára, ha távol vagyunk otthonról, és meg szeretnénk nézni azt, hogy a világítási körök fel vannak-e kapcsolva, vagy az esetleg kihúztuk-e a vasalót, az okos otthon kezelőfelületén, a telefonunkon meg tudjuk nézni azt, hogy áram alatt van-e az a dugaj, és egy gombnyomással áramtalanítani tudjuk őket. Ha például egy takarítónő érkezik hozzánk, és nem szeretnénk neki kulcsot adni, a videókaputelefont megnyomva becsönget a házunkba, az okos otthon központi egység a telefonunkra elküldi a jelet, a telefonunkon látjuk azt, hogy kicsöngetett be hozzánk, egy gombnyomással ki tudjuk nyitni neki az elektromos ajtót, kinyílik a kapu, ő bemegy, és el tudja végezni a munkáját. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden funkciót a számukra elérhetővé kell tennünk. Tudunk külön felhasználó fiókokat létrehozni, ami azért rendkívül fontos, ha például a takarítónőnek szeretnénk azt a lehetőséget megadni, hogy a redőnyöket húzza föl, és ezáltal le tudja takarítani az ablakot, akkor meg tudja ő is az okostelefonjára letöltött applikáción keresztül ezt tenni. Ez persze nem azt jelenti, hogy az okos otthonok a hagyományos tasztereket, tehát úgy értve a fali nyomógombokat nélkülözik. Az okos otthon szoftvereket bármelyik
okos eszközre letölthetjük, legyen az egy telefon, egy táblagép, egy számítógép, hisz mindegyiken ugyanúgy fog megjelenni, sőt, internet eléréssel a világ bármely pontjáról irányítani tudjuk ezt, és rá tudunk nézni a háznak az egyes funkcióira. De lássuk is, hogy milyen funkciókat tudunk vezérelni az épületautomatizálás által. Ugye, ahogy említettem, energia megtakarítás, biztonság, valamint kényelem, ez a három fő terület, amire az okos otthonok koncentrálnak. Biztonság szempontjából nyilván a kamerarendszereket tudjuk integrálni, távolról rá tudunk nézni a kamerák képeire, míg a riasztórendszereket, ugye távolról tudjuk riasztani, vagy meg tudjuk nézni azt, hogy mely mozgásérzékelő érzékel például mozgást az adott helységben. Kaputelefonokat tudunk integrálni a rendszerbe, tűzérzékelő és füstérzékelőket, amik ugye folyamatosan push üzeneteket tudnak küldeni a készülékenkre abban az esetben, ha veszély van az épületben. Elektromos kapukat, ajtókat, valamint ablakokat tudunk hozzáadni, ezáltal a riasztórendszer részeként ezeket folyamatosan zárni, illetve nyitni tudjuk abban az esetben, ha ez szükséges. Beléptető, valamint azonosító rendszereket tudunk integrálni az okos otthon szoftverében. Energiamegtakarítás szempontjából a három fő terület, amire összpontosítanak az intelligens otthonok, a fűtési rendszerek, a hűtési rendszerek, valamint a szellőztetési rendszerek, ezeket tudjuk vezérelni. Valamint bejön egy nagyon fontos új terület, a fogyasztásmérés. Folyamatosan monitorozni tudjuk azt, hogy mennyi az elhasznált áram, víz vagy gázfogyasztásunk. Kényelmi szempontokból a már említett redőnyvezérlés a leginkább meghatározó. Ezen felül öntözőrendszereket, medencéket, hangrendszereket, jacuzzit, szaunát, és gyakorlatilag bármit tudunk integrálni az okos otthon szoftverében. Napjainkban olyan szintre fejlődött az épületautomatika, hogy gyakorlatilag bármit meg tudunk valósítani. Energiamegtakarítás szempontjából az egyik leggyakoribb elvárás az intelligens világítás vezérlés. A hagyományos házakban is napjainkra elérhetőek a ledek, amivel rettenetesen sok energiát tudunk megtakarítani, de ezen föl az okos otthonok sokkal többre is képesek. Időzített világítást tudunk beállítani, tehát meg tudjuk adni az adott világítási köröknek, hogy hány másodpercig vagy percig világítsanak, és utána automatikusan elveszik tőle az áramot. Ezen felül fényérzékelést is el tudunk érni az okos otthonokkal. Mit is jelent ez valójában? Otthonunk folyamatosan szűri azt, hogy mennyi a beszűrődő fény mennyisége. Meg tudjuk számukra adni azt, hogy hány lumen értéket szeretnénk biztosítani, így folyamatosan a fényerő intenzitásának növelésével vagy csökkentésével olyan fénymennyiséget ad le számunkra, amit előre megadtunk a központi rendszernek. A mozgás és jelenlétérzékelés nem klasszikus okos otthon funkció, ha csak arra gondolunk, hogy mozgásérzékelős világítások már a legtöbb bevásárlóközpontban is elérhetőek, viszont a jelenlétérzékelő ennél sokkal többet tud. Míg a hagyományos mozgásérzékelők csak az aktív mozgást érzékelik, a jelenlétérzékelők már a papírcsörgést vagy a légzést is folyamatosan figyelik, és így impulzust kiadva a rendszer számára felkapcsolják vagy lekapcsolják a világítást, vagy esetleg a riasztórendszer részeként is integrálhatóak. Csoportos kapcsolásokat tudunk létrehozni. Ha például hazaérkezek, és én szeretek főzni, és mire a családom hazaérkezik, szeretnék neki egy vacsorát megfőzni, megadom az okos otthon rendszerem számára, hogy apa itthon van, ezért a nappaliban visszaveszi a fényerőt, viszont a konyhában sokkal nagyobb fényerőt biztosít, ahol a konyhaszigeten elkezdem előkészíteni a vacsorát, ott jobban fogok látni, és mire a családom hazaér, várni tudom őket már a vacsorában. A dugaljak áramtalanítása rendkívül hasznos funkció. Kinek ne jutott volna az eszébe az, hogy otthon bedugva hagyta-e a vasalót? Az okos otthon rendszerre bármikor a világ bármely pontjáról meg tudom ezt nézni, belemegyek az applikációba, egy gombnyomással áramtalanítani tudom azt a kört, ahol a vasalót használni szoktam. Ezen felül, amikor elhagyom az épületet, egy gombnyomással a teljes épülettől el tudom venni az áramot, persze nyilván kivéve ez alól mondjuk egy fagyasztószekrényt, de ennek ellenére biztosra tudok menni, hogy biztos le fogom kapcsolni a világítást, pedig csak egy gombnyomot kellett megnyomnom. Hűtés, fűtés, valamint szellőztetés szempontjából az okos otthonok is automata fűtéssel rendelkeznek. Az azt jelenti, hogy a falon nem kell csavargatnom folyamatosan a tasztereket, nem kell azt megadnom számára, egy kicsivel melegebbet vagy hidegebbet szeretnék, hisz folyamatosan szinten tudja tartani azt a hőmérsékleti értéket, amit előre megadtam számára. Ezen felül mozgás és jelenlétérzékelőkkel is tudom bővíteni a fűtési rendszeremet. Tehát, hogyha egy adott helységet, mondjuk egy garást nem használok, 30 percnél tovább, akkor ott folyamatosan visszaveszi a fűtést, ezáltal takarít meg számunkra az intelligens otthon energiát. Az ajtó és ablaknyitás érzékelés nyáron rendkívül hasznos lehet, ha például megy a klímaberendezés, kinyitom az ablakot, az a rendszer érzékeli ezt, és a klímának a teljesítményét visszaveszi, ezáltal megint csak energiát takarít meg számunkra.
Az árnyékolás vezérlés a fűtési rendszerre vagy hűtési rendszerrel összekapcsolva klasszikus okos otthon funkció. Ha mondjuk kint úgy érzékeli az épületem, hogy növekszik a hőmérséklet, és bent, úgy, bent is fűtési igény van, ezért meg tudja azt tenni, hogy a zsalúziáknak a dőlésszögét úgy módosítja, hogy több napsugárzást, vagy, több, vagy kevesebb napsugarat engedjen be, ezáltal segít velő a helységekben a nagyobb hőmérséklet, vagy az alacsonyabb hőmérséklet elérését. Biztonság szempontjából még mindig a klasszikus első számú védvonal a riasztórendszer. A riasztórendszert ugye távolról el tudjuk érni, megint csak a központi kezelőfelületben kap helyet, távolról tudom élesíteni, vagy inaktívvá tenni a riasztórendszert, teljes zárolást tudok az egész épületre adni. Az okos otthon rendszerek képesek arra, hogy meghatározzák számunkra azt, hogy a ház mely pontján történt a betörés, ezáltal mondjuk egy kivonuló szolgálatnak rögtön tudok jelezni, hogy a ház melyik oldaláról közelítsék meg az épületet, így sokkal nagyobb esélyük van arra, hogy megtalálják a valós problémát. Felhasználó jogosultságokat tudok hozzáadni. Ha például az előző esetben kiindulok, egy takarítónő, hogyha takarít a házamba, de mondjuk a dolgozószobához már nem szeretnék elérést biztosítani számára, meg tudom adni azt a riasztórendszeremnek, hogy a dolgozószobát az külön élesítse. Tehát míg a ház többi része inaktív, ott nyugodtan körbejárhat, a dolgozószoba riasztórendszere aktív. Így abban a pillanatban, hogy oda benyit, illetve bármit szeretne ott csinálni, én kapok egy értesítést a telefonomra egy push üzenet formájában, és ezáltal rá tudok nézni, hogy mit történik otthon. Biztonság szempontjából egy nagyon kedvelt funkció a kaputelefon. A hagyományos házak esetében kaputelefon már régóta használunk, itt audio kaputelefonokról, tehát olyan kaputelefonokról beszélünk, amik kizárólag hangot vittek régebben, az okos otthonokkal pedig ennél sokkal előrébb léptünk, hisz már videokaputelefonokról beszélünk. A videokaputelefonok képesek arra, hogyha nem tartózkodok otthon, akkor is becsöngenek az én okos készülékeimre, a tabletemre, a számítógépemre, vagy akár a telefonomra. Így el tudom dönteni azt, hogy a hozzám érkezőt beszeretném engedni, vagy sem. Nyilvánvalóan erről felvételt készítenek, amely később visszakereshető. Bárhonnan a világban rá tudunk nézni a kameráknak a képére. Az intelligens kamerarendszerek egyébként ennél sokkal többre is képesek, arcfelismerést, vagy akár rendszámfelismerést is tudnak. Így, ha megérkezek otthonra, nem is kell semmilyen kapunyitóhoz nyúlnom, a garázskaput automatikusan kinyitja számomra a rendszer, a rendszámom alapján, és amikor érkezek a bejárati ajtóhoz, felismeri az arcomat, és kinyitja számomra a bejárati ajtót. Sokakban fölmerülhet a kérdés, hogy mennyire biztonságosak az okos otthonok? Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig sokkal kisebb az esély arra, hogy valaki egy okos otthonba próbál meg betörni, mint egy hagyományos házba, hisz azért rettentő sok védelmi vonalat képezünk. A hétköznapi betörések ellen már egy riasztórendszer felszerelése, vagy egy kamerarendszer is nagyon sokat tud tenni, viszont itt nem erre gondolunk. Az okos otthonok, hogy mennyire biztonságosak, arra a következő díja adhat választ. Ahhoz, hogy valaki be tudjon törni az okos otthon rendszerbe, először a router tűzfalán kell áthatolnia. Ez már a legtöbb betörő számára egy meglehetősen komoly feladatnak ígérkezik. Ezen felül saját felhasználó névvel, valamint jelszóval vannak védve az okos otthon rendszerek, tehát ezt is meg kellene, hogy fejtse. Az adatok egy központi szerveren vannak tárolva, a jobb okos otthon rendszerekben, így az elérési útvonalat egy külföldi szerveren kellene, hogy megtalálja. Az okos otthon rendszer egyébként folyamatos értesítést küld a készülékeink számára a belépésekről, valamint ezeket másodperc alapon naplózza is. Kétfajta rendszer létezik, van a kábeles megoldás, és van a rádiófrekvenciás rendszer. Ami nagy előnye a buszos rendszernek, hogy korlátlan szintű bővítési lehetőséget biztosít, tehát ha egy jól megtervezett rendszert adunk át, akkor a jövőbeli bővíthetőség minden bizonnyal biztosított. A rádiófrekvenciás rendszerek inkább a kisebb felújítások esetén javasoljuk. Telepíthetőségük rettentően gyors, igazából egy-két nap alatt be lehet telepíteni a legnagyobb rendszert is. Amit fontos tudnunk, hogy a rádiófrekvenciás jel nem minden körülmény között megy el, tehát itt azért meg kell vizsgálnunk szakemberek által azt, hogy ezek a jelek garantáltan erősek lesznek-e, és nem hátráltatják-e az eszközök közötti kommunikációt. Kisebb bontási munkával, kisebb kábelezési igénnyel. Amit tudni kell, az, hogy a rádiófrekvenciás rendszerek nyilvánvalóan a technológiának köszönhetően egy minimálisan egy-két eszköz költségesebb, viszont ez nem azt jelenti, hogy nem éri meg, mert ugye, ahogy említettem, kisebb lakásokban valószínű, hogy a rádiófrekvenciás rendszer lesz a jobb választás. Pár szót arról, hogy néz ki maga a rendszernek a felépítése.
Ugye vannak kimeneti eszközök, amiket igazából látni szoktunk. Egy kimeneti eszköz lehet például egy redőny, egy világítótest, vagy az, hogy elindul egy sziréna. Ezt látjuk a felső sorban. De hogy honnan küldjük ide az információt, azt az eszközök sorban láthatjuk. Ezek az eszközök maguk a rendszereszközöket jelentik, ezeket az elosztó szekrénybe telepítjük, egymás mellé folyamatosan összekötve őket. A bemeneti egységeken láthatjuk azt, hogy milyen felületről érkezik az információ. Tehát ugye lehet az egy nyomógomb, lehet az egy applikáció, vagy akár egy webes felület. Elküldjük az információt az okos otthon rendszer számára, ami először is a routernek adja az információt, a router továbbítja a központi egységnek, és a központi egység pedig kiosztja azt a parancsot, hogy mit kellene az okos otthonnak végrehajtani annak a gombnak a megnyomására. Nagyon sokan attól tartanak, hogy az okos otthon kezelő feletét majd nem fogják tudni használni. Aki használt már okos telefont, annak minden bizonnyal működni fog, és nagyon egyszerű csempés ikonokkal rendelkeznek ezek a kezelőfeletek, teljesen mindegy, hogy melyik gyártó, melyik rendszerétről beszélünk. Kétfajta elrendezés létezik. Az egyik, amikor helységenkénti bontásban láthatjuk az adott funkciókat, a másik pedig funkciólista szerinti bontásban. Ugye, ha helységenkéntről beszélünk, akkor ugye a nappalit kiválasztva meg tudom tekinteni azt, hogy az otthonomban milyen funkciókat lehet vezérelni, míg a funkció szerinti bontásban meg tudom nézni azt, hogy ha redőny szeretnék vezérelni, rákattintok a redőnyvezérlésre, és kidobja a rendszer számomra azt, hogy hol tudom felhúzni az adott redőnyt. Hogy mennyire elterjedtek az okos otthonok, igazából a következő grafikon jól mutatja. Nyilvánvalóan Észak-Amerikában jóval hamarabb kezdődött a smart home technológia, úgyhogy természetesen ott előrébb járnak, mint mi. De azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Uniós országok remekül felvették a versenyt, úgyhogy folyamatos növekvő tendenciát mutat az okos otthonok száma a világban. És ez igaz Magyarországra is egyébként. Ausztriában egyes információk szerint 70-80%-a az új építésű házak esetében már smart home rendszerrel kerül kiépítésre. Ez nagyon komoly szám, azt gondolom, és hogyha jobban utána számolunk, akkor rá fogunk jönni, hogy nem kerülnek sokkal többe, mint a hagyományos házaknak a kiépítése. Ez lehet az oka a drasztikus növekedésnek. A legjobb tanács, amit tudok adni az okos otthon kiépítés előtt állóknak, hogy a folyamatos bővítési lehetőséget tartsák fönn. Mielőtt kiválasztunk egy rendszert, mindenféleképpen tájékozódjunk arról, hogy milyen bővítési lehetőségeket biztosít, milyen kommunikációs átjárókat támogat az adott rendszer. A KNX nyelv az épületautomatikának az egyik alapja, és azt látjuk, hogy a nagyobb világgyártó márkák már ilyen KNX csatlakozási lehetőséggel rendelkező eszközöket adnak ki. Legyen szó egy hűtőről, egy mosógépről, vagy egy mikrohullámos hűtőről. Már elérkezett az az időszak, hogy például egy kávéfőzőt közvetlen be tudok csatlakoztatni a rendszerbe, így a rendszer tudja azt, hogyha én 8 órára beállítom az ébresztőt, és szeretném reggel meginni a kávémat, akkor ő 7 óra 50 perckor elkezdi nekem lefőzni a kávét, és ezáltal megkönnyíti a mindennapomat, és sokkal könnyebbé teszi az ébredésemet. De beszélhetünk ugyanígy egy mosógépről, vagy hogy mikor indítsa el számunkra a mosási programot. Ezen felül vannak olyan hűtők is, melyek integrálhatóak a rendszerbe, és megadják számunkra azt, hogy milyen élelmiszer fogyott el belőle, és mi az, amit be kell vásárolnom ennek érdekében, hogy otthon nekem az meglegyen. Én azt gondolom, hogy nagyon tömören ez az okos otthonok világa. Igazából az interneten rettentő sokfajta forrás található arra vonatkozóan, hogy mi mindent tudnak megvalósítani. Köszönöm a figyelmet! Nagyon érdekes volt, hogy egy kis kütyűn keresztül is akár az egész házamat vagy lakásomat irányíthatom, vagy vezérelhetem. Mindig rendszeresen ott hagyom vagy a hajvasalót, vagy valamit, ami ilyen hajhoz kapcsolódó kütyű, úgyhogy ezeket nagyon szeretném irányítani, hogy lekapcsoljam az áramkört, mert nagyon aggódok mindig, hogy úgy hagyom. Meglepődtem, hogy ennyi okos otthon van már Magyarországon. Nekünk speciálisan a redőnyünk ilyen automatizált, tehát, de ebből nem gondolnám, hogy nekünk okos otthonunk lenne, de szerintem ez egyre jobban terjedő technológia, és a közeljövőben egyre több háztartás minden napjává fog válni. Mondjuk én még nem használom az okos telefont, mert még nem került rá sor, de mindenképpen egy nagy fejlődés, tehát a gyerekeknek biztos, hogy ilyen segítséget nyújtanánk. Hogy távolról irányíthatom, bármikor eszembe jut valami, hogy elfelejtettem kikapcsolni valamit,
hogy fűtés, mire hazaérek, meleg legyen, óriási lehetőség. A lusta embereken kívül, és hogyha nem csak a gazdagoknak lenne zárulva, mert nem hiszem, hogy egy családanya mondjuk ezt megengedheti magának, de például neki jó lenne, mert hogyha anya vagy és öt felé szakadsz, mert mondjuk annyi gyereked van, meg még a meló, akkor lehet, hogy nem árt, hogyha van egy ilyen kis apró cuki segítsége neki, illetve az időseknek és a mozgássérülteknek. Legyen ön is a Mindenki Akadémiája nézője. Várjuk a jelentkezéseket a közönség soraiba, és előadót is ajánlhatnak. Legközelebb Zimmer Márta pszichológus várja önöket, és elárulja, hogyan olvashatunk az emberi arckifejezésekből.